Ez például milyen faj? Hát ő egy harapós faj. Harapós faj? Hát nem volt szó. Van, aki ha otthon hangyát meglát, akkor sikít, és azon gondolkozik, hogy hogyan tudja őket leggyorsabban kiirtani. És most ez az elmúlt időszakban ezek szerint akkor kezd átalakulni, hiszen egyre többen tartanak otthon hangyát. Hát azért különbség van a között, hogy ugye mint kártevő megjelenik, de ilyen ellenőrzött körülmények között viszont tud egy érdekes hobbi lenni belőle. Ahogy szerveződnek, ugye nagyon hasonló az ő államuk, mint a embereknek a társadalma. Milyen hasonlóságok vannak? Hát például ők is gazdálkodnak a szeméttel, ők is bizonyos helyre gyűjtik, nagyon higiénikusak, vigyáznak, hogy ne fertőződjenek vissza. És mindenkinek megvan a saját kis feladata, ugye? Igen, van náluk munkamegosztás. Még a kockázatvállalás is változó, tehát például az idősebb, öregebb, feláldozható, sérült fajok azok mennek vadászni. Fiatalok azok meg bent a fészekben segítkeznek utódokat nevelni, tehát ők még kevésbé kockázatos feladatokat végeznek. Láthatjuk ezeket a formikáriumokat. Hogy vannak berendezve? Látom, hogy azért itt vízellátás van belül. Miket tartalmaz még? Igen, hát itt a legfontosabb igényeiket próbáljuk megadni. Van egy fészek rész és egy kifutó rész. A fészek az a természetben a föld alatti részt utánozza, ez párás, védett és zárt. A kifutó pedig a külvilágot, ahol kijárnak keresgélni, élelmet gyűjteni, vadászni, inni. 20-30 hangyafajt tartok, és hát több száz bojt, nem tudom pontosan mennyit. Akkor vegyük őket nagyító alá. A legnagyobb hazai hangyafaj az ő, a Camponotus ligniperda. Ő a hegyekben él, és a sziklák között alapít elég nagy méretű államot. Hát szevasz! Jaj, de csikiz! Tisztítja a szagló szervét, a csápját. Ez jó jel egyébként, mert biztonságban érzi magát, hogyha van ideje tisztogatni magát. A legtöbb faj az mézet és rovarokat eszik. Most ő egy olyan királynő, aki biztos, hogy már nagyon éhes, úgyhogy egy kicsi mézet ide befecskendezek neki. Látszik, hogy támad egyből a mézadagolóra, és hogyha megtalálja, akkor el is kezd enni. Van a legkisebb hazai fajból is, ők a plagiolepiszek, és össze tudjuk hasonlítani a legnagyobbal a különbséget. Hát nagyjából 20-szorosa. Camponotus turkestanus, ez neki a latin neve. És honnan származik? Egészen sárgás színűek. Ez ázsiai faj, Ázsia nyugati részéről származik. Ez például egy nagyméretű afrikai maggyűjtő hangyafaj. Látom, hogy nekik még kifutójuk is van. Igen, ott tudnak átmenni, és ott kapják az élelmet a kifutó részen. Hát ez egy rejtőzködőbb faj. Igen, ők most elég kevesen vannak, ez egy szövőhangyafaj, a Polyharis divus. Pont ott megy a királynő kifelé. Ezt a szövetanyagot a lárváik választják ki, ahogy természetes úton bebábozódnak, viszont ők ezt építésre használják, hiszen ezzel a szövettel össze tudnak kötni ágakat, leveleket. És ez előfordult, hogy valaki mondjuk megvon egy trópusi hangyát otthon és kirakja a természetbe? Nem, erre sokszor felhívjuk a figyelmet, hogy még egyedet sem, tehát még dolgozó sem engedünk el, ami ugye nem hazai faj. Ilyenkor, ha megvonják, akkor általában egymás között szoktak cserebelélni a hobbisták. Rengeteg munkát igényelnek ezek a hangyák, mert annyi fajt tartok, hogy az etetés, takarítás, ez sok-sok napi teendőt elvesz, viszont abszolút megéri, mert nekem az a személyes küldetésem, hogy minél többen megismerhessék a érdekes világát a hangyáknak.